Védd a környezetet kreatívan volt a mottója a Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár által lebonyolított plakáttervező workshopnak október 12-én. A Bazalt és Plasztik program keretében újabb ismereteket szerezhettek az érdeklődők, és figyelemfelkeltő plakátokat készíthettek a József Attila utcai alkotóműhelyben. Az esemény a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jött létre. A plakát tervezés nem is olyan könnyű, mint gondolták, vallották a workshop résztvevői ezen a délutánon. Böröndi Krisztina grafikus volt a workshop szakmai közreműködője, aki nem csak a jó plakát ismérveit osztotta meg hallgatóságával, de történeti áttekintést is nyújtott a plakátkészítők, akik hajdanán valamennyien képzőművészek voltak műhely titkaiból. A plakátok akár nyomtatottan, akár digitálisan, de körbevesznek bennünket, és jobbára a képi üzenet fog meg bennünket, melyeknek hathatóságára nagy hangsúlyt fektetnek az alkotók. Ugyanígy a szövegek betűtípusára, színére, elhelyezkedésére is, hiszen valamilyen célt el akarnak velük érni, egy terméket eladni, egy rendezvényt sikeressé tenni, egy mozgalomra, kampányra felhívni a figyelmet. Ezúttal természetesen a környezetvédelem volt a középpontban, hiszen az újrahasznosító projekt legfőbb célja, hogy bevonja a lakosságot a környezettudatos szemléletbe és cselekvésbe. A projekt mottója dinamikus, időtálló, zöld, ámulatba ejtő, játékos, nagyszerű, azaz dizájn a mai délutánon érvényesült a legszembetűnőbben. Készült itt installáció a szenvedő bolygóról, az életterüket veszített állatokról, a szennyezett tengerekről, mindazokról a tevékenységekről, melyekkel saját életünket tesszük lehetetlenné, elviselhetetlenné. A workshopon hallottak és tanultak kreatív plakátok formájában öltöttek testet, melyek sokszorosítás után a város különböző pontjain üzenik a lakóknak, hogy környezettudatosan élni mindannyiunk érdeke. Ideje megtenni a következő lépést, szintet ugrani az újrahasznosításban. A következő alkalommal az üveg kerül a középpontba, erről a sokoldalúan felhasználható alapanyagról és tulajdonságairól tanulhatnak majd meg sok-sok érdekességet a résztvevők novemberben.